Hello, Pók! Van egy Pók a mikrofonomon. Visszarakjuk. Egy kicsit szégyellem magam, mert az a helyzet, hogy én soha nem hallottam Szolnokról. Vagyis nyilván azt tudtam, hogy Jásznagykun Szolnok megyének a székhelye, itt van a Tiszaparton, de ezen kívül tényleg szinte semmit. Aztán, lássatok csodát, úgy alakult az életem, hogy egy filmfesztiválnak lettem az egyik zsűritagja, amit történetesen itt rendeznek Szolnokon, tehát néhány nap erejéig ide kellett költöznem a városba, és egy kicsit volt időm szétnézni, és bevallom, leesett az állam, mert egy szuper jó városról van szó. A filmfesztiválról majd később beszélek, viszont ahogy posztolgattam képeket innen, írtatok is nekem többen. Viktor például egy egész hosszú leírást írt a városról. Azt írja, hogy a szocializmus alatt iparosított mezőváros, azért van jó pár ilyen Magyarországon, és szerintem nem mindegyik sikerült túl jól. Az 50-es években ledózerolták a belvárost, ismerős történet sok helyen, hogy átvezessék rajta a 4-es főutat. Igen, volt egy időszak, amikor az volt az elképzelés, hogy az utak igenis menjenek át a városon, ezzel bekapcsolva az ország vérkeringésébe az adott települést. Aztán most így a 21. században, vagy még korábban is elkezdünk azon gondolkodni, hogy lehetnek kiszorítani a forgalmat a városokból, hogy vissza tudjuk adni az embereknek a tereket. A modernitás jegyében gyönyörű monarchia beli házak is lerombolásra kerültek, azért szerencsére lehet találni régi épületeket, lenyűgöző régi épületeket szép számmal a városban. Helyükre panelok és szakmai szociál, tehát az igazi építészeti, szakzsargon szerinti szociál épületek emelkedtek. Ha jól emlékszem arra, amit tegnap elmondtak, itt állt Magyarországon az első olyan fürdő, ami Budapesten kívül kifejezetten gyógyfürdőnek épült. Hát nekem ez egy picit sántít, különösen, hogy utána olvastam most annak, hogy itt az 1920-as évek végén találtak termálvizet, amire felépítették ezt a neobarokk szállodát. Mondjuk a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, állhatott itt korábban is valamilyen fürdő, de nem tudom, ha ezt tudjátok pontosabban, akkor írjátok meg. Tegnap voltam egyébként oda benne a szállodában, hát nem mondom, hogy nem férne rá egy ízléses felújítás, de még ebben a formájában is egész jól néz ki. Igen, minden kornak van egy lenyomata egy adott településen, hát egész furán néz neki az életünk, ha egy skanzenben élnénk le az egészet. Nyilván változnak a körülmények, korszakok, ideológiák, és ennek megfelelően változik a városoknak az arculata is. Hogy később ezt hogy ítéljük meg, hogy jók ezek az épületek, vagy rosszak, az megint egy más kérdés, de megint az adott korban válnak értelmezhetővé. Például nemrég láttam egy olyan történetet, hogy Miskolcon le akarnak bontani egy szerintem ikonikus házat épp azért, mert hogy milyen ideológiai történetek kapcsolódnak hozzá. Nem biztos, hogy az a jó irány, hogyha ideológiai alapon bontunk le épületeket. Mert lehet, hogy erre vannak kivételek. És ha már a különböző építészeti korok szóba jöttek, nem mintha szakértője lennék a témának, de vannak olyan modernista épületek, amik kifejezetten tetszenek nekem itt Szolnokon. Például ott van az állomás épülete, ami lehet, hogy furán fogtok rám nézni, de szerintem egy gyöngyszem. Ebben a formájában kellene felújítani, visszaadni a régi fényét, ha lehet régi fényről beszélni ilyen épületek esetében, de szerintem nagyon jó, hogy megmaradtak apró részletek, amiket nem kellene hagyni, hogy elvesszenek csak azért, mert a szocializmusban épültek. Meg kellene őrizni ezt is az utókornak, hogy lássuk, hogy ilyen is volt, és van, akinek ez jön be. Például nekem nagyon tetszik.
Na de visszatérve Viktorhoz. A középkori várat a törökök, osztrákok lerombolták, 2020-ban visszaépítették a Zagyva-Tisza torkolatánál a bástyát. Úgy tudom, hogy visszaépítették, de egyelőre nem nyitották meg a nézők előtt, vagy a látogatók előtt. És külön érdekessége, hogy a bástyának a környékén van a mai Magyarország területének a legrégibb művésztelepe. Igen, az engem nagyon-nagyon meglepett, egyáltalán nem tudtam róla, hogy a város ennyit áldoz a kultúrára, és szuper jó volt, amikor tegnap előtt be tudtunk menni a művésztelepre, szét tudtunk nézni, benézhettünk művészlakásokba, műtermekbe, vannak galériák is, amelyek megadott nyitvatartási rendszerint látogathatók, az egyik kiállítás Posta Máténak a most futó kiállítását épp berendezés alatt meg is tudtuk nézni, úgyhogy szuper jó volt. Ha itt jártok Szolnokon, menjetek el, nézzétek meg mindenképpen. Ja igen, írja is Viktor, hogy még építés alatt áll, mármint a bástya. A Zagyva parton láthatóak modern formában az egykori vár falai imitálva. Egyébként régészeti feltárások is vannak itt a környéken, amik a régi várnak a falait próbálják meg feltárni. A Zagyva part mentén a mai napig van pár sor szerb utca, nem nagy szám, sajnos ott is sok már a modern családi ház. Nem nagyon volt időm végigjárni itt a környéken, de tény, hogy nagyon hangulatos ez a rész, úgyhogy ha semmi másra nem vágytok, nem szeretnétek a városban mászkálni, ott eltölteni az időt, Szolnok egy iszonyat természetközeli hely, két folyó is van itt, mert most elég alacsonyan van a vízszintjük, de érdemes sétálni egyet a parton, különösen, hogyha ennyire szép őszi idő van. A 4-es főutat ugyan kivezették a városból 20 éve, de a nyomait nyögi a város a mai napig. Szerintem erről nagyon-nagyon sok magyar város tudna beszélni, hogy milyen ez a hatás. Két Tisza híd van, és a budapesti problémához hasonlóan nem bírja már el a 30 ezer autót, így most tervezés alatt van a harmadik híd. A Gyaloghíd, a Tiszavirág híd, ami egyébként Szolnoknak a jelképe, vagy legalábbis a szolnokvárosi logókban látom mindenütt. Szóval a Gyaloghíd 10 éve épült körülbelül, édesapám szervezte a rendezvényt, és én fogtam a makettet, amivel címlapon voltam. Mennyire jó érzés ez, amikor az ember valahogy része a történelemnek, és őrizheti ezeket a kis címlapfotókat, és tudja mutogatni, hogy lám, itt voltam. Úgyhogy igen, ezek nagy élmények lehetnek. Egyébként szuper jó élmény végig sétálni a Tiszavirág hídon, nagyon szép látvány van. Egyrészt a természetre, másrészt pedig a városnak egy kifejezetten szép részére, viszont a helyiek azt mondták, hogy ne essek abba a hibába, hogy úgy gondolom, hogy ez mindig ilyen gyönyörű, ugyanis ha esős az idő, vagy éppen a téli fagyok miatt csúszós, akkor erősen kell küzdeni az életedért, hogy átsétálj a hídon, mert annyira csúszik. Hát igen, vannak ilyen kis gigszerek, de tény, hogy a híd egész jól néz ki. Azt írja még Viktor, hogy a legszebb épületek a zsinagóga, ami ma galériaként működik. Ott volt egyébként a filmfesztiválnak a nyitó meg a záró eseménye, mindjárt rátérünk erre is. A Városháza és a Református templom. Kossuth Lajos tér, Tiszaparti sétány a szép része, sajnos a többi semmi extra. Nagyon sok város el tudja mondani magáról, hogy vannak gyönyörű részei, amit érdemes meglátogatni, meg hát vannak azok a részek, ami tényleg, ahogy Viktor is írta, semmi extra. De pont a szép részek miatt érdemes eljönni különböző városokba, felfedezni őket. Ha hozzám hasonlóan ti sem nagyon hallottatok eddig Szolnokról, akkor mindenképpen vegyétek fel a bakancs listára, mert hogy alig másfél órára van vonattal Budapesttől, kényelmesen megközelíthető, ráadásul az állomástól néhány perc sétával el tudjátok érni a belvárost, ahol mindenfelé ilyen kis történelmi információ morzsák várnak titeket. Tehát úgy tudtok sétálni ezek között az épületek között, hogy rögtön a történetéről is rengeteget tudtok olvasni, és különösen, ha ilyen szép az idő, akkor megéri tényleg sétálgatni itt a városban, lenn a Tiszaparton, vagy beülni mondjuk egy cukrászdába, étterembe, jól érezni magatokat, aztán húzni vissza haza. Vagy itt is alhattok a városban, aztán másnap a környéket fedezhetitek fel. Ja igen, itt van például a Reptár is, ahova érdemes elmenni. Egy nagyon izgalmas, interaktív, repülős kiállításról van szó. Ha emlékeztek, néhány évvel ezelőtt voltam ott egy rendezvényen, akkor Instagramon be is számoltam róla, hogy mi mindent érdemes ott megnézni. Most erre nem feltétlenül lesz időnk. Mert hogy ideje átérnünk a filmfesztiválra, a másik témájára ennek a videónak, ha ne adj Isten arra gondoltok, hogy itt valami technikai gigszer lehetett, és egész idáig nem tűnt fel, hogy a hang az hol tiszta volt, hol pedig sistergett, annak ellenére, hogy már a javított változatot hallottátok,
Hát nem, akkor a gördülékeny átkötések mestere vagyok. Nyár elején megkerestek az Alexander Trauner Filmfesztiválnak a szervezői, hogy nem lenne kedvem részt venni a zsűrizésben, mert hogy van két kategória, a tudományos filmeké és a diákfilmeké. A tudományos szerintem érthető olyan filmek, amelyekben tudományos tartalmak vannak, beleértve a természetfilmeket, a különböző dokumentumfilmeket, stb. A diákfilmekben pedig lényegében minden elfért, ami kellő igényességgel készült, és valamilyen művészeti iskolának a hallgatója készítette. Szóval nagyon izgalmasnak tűnt ez az egész felkérés, úgyhogy igent mondtam rá, már csak azért is, mert a szervező a szolnoki Tiszapart mozi volt. Ha esetleg nem figyeltél volna, akkor mondom lassabban, Tiszapart mozi. Szóval megvettek, de nem csak engem, mert hogy hárman voltunk a zsűriben. Itt van a másik két zsűritag, ő Ropai László, tudományfilozófus. Úgy van, pontosan. Ő pedig Láng Orsi, aki animációs szupersztár. Jó filmet csinált, megnéztem végre a filmedet. Így megy ez. Hármunk közül azt hiszem Orsi tudja a legjobban, hogy milyen érzés a másik oldalon állni, mert hogy ő néhány évvel ezelőtt a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon már nyert fődíjat. Ő egyébként most a MOMÉ-nak a doktorandusza, és a fő kutatási területe az, hogy hogyan lehet irodalmi műveket animációkká adaptálni, és milyen nyelvi elemeket, milyen nyelvi eszközöket lehet ezekhez használni. Az egyik vacsoránál mesélt erről többet, úgyhogy nagyon érdekesnek tűnt. Lehet, hogy meg fogom hívni az egyik Szertár podcastben, mert bár nem természettudományos téma, de szerintem roppant érdekes. Egyelőre még csak a technikai előkészületek zajlanak odabent, de rövidesen kezdődik a filmfesztivál legizgalmasabb programja, méghozzá a díjátadó. Az a legjobb, hogy mi Orsival már tudjuk a díjazásokat, de ők még nem tudják. A zsűrizésben az volt a jó, hogy mi már egy eleve leválogatott anyaggal tudtunk dolgozni, mert hogy valami bődületes szám, valami 3000 valahány pályázó volt eredetileg, aminek 95-96%-át kapásból kiszórták. Hát gondolom formai okokból, vagy nem felelt meg a fesztivál tematikájának, vagy egyszerűen csak csapnivalóan pocsék volt. De a lényeg az az, hogy nekünk nem kellett borzalmasan rossz filmeket végig szenvednünk, hanem egy egész jó anyaggal tudtunk dolgozni, és hát hát tudjátok, hogy milyen helyzetben van ilyenkor a zsűri. Nagyon örülök, hogy végre volt egy olyan fesztivál, ahol megnéztük a filmeket, nagyjából 100 film jött össze. Végignéztük őket, kialakult a sorrend, kérdés nem volt, hogy ki lesz az első, második, harmadik, úgyhogy hátradőltünk, és ennyi volt az egész. Köszönöm szépen. Ja nem. Csak ki akartam próbálni, hogy milyen az, amikor nem közhelyeket pufogtat az ember, hogy nehéz helyzetben volt a zsűri, alig bírtuk eldönteni, hiszen alig lehet összevetni ezeket a produkciókat. Hát valójában egy szuper nagy munkáról van szó, azért 35-40 órányi filmet néztünk végig. Ti elkészítettétek, megvágtátok, leadtátok nekünk, meg ezzel ment el az egész augusztus, úgyhogy szerintem szuper munkát végeztünk. Amikor megnéztük a befutó listáinkat, aztán nagyjából 10-15 filmet, amit mindenki megjelölt, körülbelül ugyanazok a filmek szerepeltek rajta. A sorrend esetleg más volt egy kicsit, úgyhogy voltak késeire menő vitáink, de ennek ellenére azt hiszem, hogy jól döntöttünk az egyik szempontból, méghozzá abból a szempontból, hogy biztos, hogy nem kapott olyan filmdíjazást, ami rossz lett volna. Másik szempontból viszont sajnos nagyon sok olyan film volt, ami ott voltak a befutó listáinkon, de sajnos nem kaptak díjat, viszont mindannyiunknak volt legalább egyikünknek egy-egy olyan kedvenc filmje, amihez nagyon-nagyon ragaszkodtunk, ők azok, akik külön díjat kapnak majd, úgyhogy aki ezeket átveszi, azt tudja, hogy legszívesebben valamelyikünk átölelné őket, mert nagyon imádtuk a filmjét. A fesztiválfilmek listáját, illetve magának a fesztiválnak a programját, a díjazottakat megtaláljátok azon a linken, amit a videó alá berakok, én pedig most nekiállok vágni azt a podcast adást, ami nagyjából másfél hete parkol itt a számítógépemen. Lassan ideje lesz. Az oktatási rendszerről, illetve annak a különböző vetületeiről beszélgetünk majd két szociológussal, illetve a beszélgetés már megtörtént, de ti remélhetőleg holnap vagy holnap után hallhatjátok is majd. Sziasztok!